Szép estét mindenkinek! Árja, hozzá folyamatban! Na, jó estét kívánok, szia Zoli, adom Szép neked estét nektek Tamást. is! Köszönöm nektek is, szép estét mindenkinek! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hello, látsz, Zoli? Nem lehet hallani, amit nem lehet hallani. Tamás, lehet hallani? Szép estét mindenkinek, Én itt lehet vagyok, hallani? téged nem. Már meg is állt a kép. Tehát akkor A tiéd az nagyon rossz. akadozik? Hát igen. A tiéd nagyon. Igen. Szép estét mindenkinek. Köszönjük, hogy itt vagytok, és kicsit később kezdtük el, mert ugye megnéztük, illetve szerettük volna megnézni Hajnal János, bocsánat. Elnézést, én is mai napunk sűrű volt, és kicsit fáradt vagyok. Tehát nem is húzzuk hosszúra a mai élőt, de igazából Hajnal Jánosnak a live-ját szerettük volna nézni, tehát több esetben jogtudós ember ugye elmondta, kapcsolták. Tehát, ahogy mondtam, tettem 8 alkalommal, le is állt, és újra kellett indítanom. Épp most akartam meg. Az úszó ember a szabadságáni vágy. Dolog van, amit első az, hogy ugye szeretnénk ugye elnézést kérni a bíróságtól, hiszen szeretnénk elnézést kérni ugye a cigányságtól, hogyha esetleg nem rá. Zoli, nem lehet hallani. Akad. A tiéd akadozik csak, tehát borzalmas rossz. Tehát nem lehet hallani semmit. Amit eddig mondtál, semmit nem lehet hallani abból. Semmit. Mi film volt? Kezdetek már licsős, mert az enyém az.
Jó, mindegy. Szép estét mindenkinek, legyetek szívesek visszajelzni, hogy lehet engem hallani. Tehát megáll folyamatosan Tani Imrének. Köszönjük, megállt. Tehát fixen megállt. Tamás Révész, köszönjük. Tamás, te mondok? Nem, ugyanaz, tehát te megállsz. Én úgy látom, nem tudom, jól látom, hogy az enyém, mint a menne. Tehát én ott folyamatosan látom önmagam, de jelezzetek már, hogy az én kis kockám, mint a képem. Hangom is, mint hogyha menne. Tehát nem tudom, szerintem a tiéddel van valami. Vagy szórakoznak, vagy nem tudom. Tehát ez már tényleg. De én úgy látom, hogy az enyém az megy. Aha, csak a számot lehet látni. Esetleg... Na most látunk. Most látunk. De lehet hallani most? Én hallak, látlak. Most igen, én hallak. Nem tudom, a többiek majd jelezzenek már, hogy látnak-e. Igen, azt írja Tamás Révész, hogy nálam van probléma. Hát remélem... Megpróbálok úgy állni, hogy valamelyes lehet. Tamás, Révész Tomi, engem lehet látni? Tehát én nekem megy a hang, a kép, minden jó? Mert én úgy látom az én másik telefonon, hogy én megyek. Tehát megyek, nem megyek, mert ülök, de hogy én jó vagyok. Mármint, hogy nem én, hanem hogy a kép meg a hang az megy. Szóval csak kigyögöm. Mondját, jelezzetek. Tamás videója jó. Na, Zoli. Igen, akkor megpróbálok, kimegyek. Akkor kimegyek az udvarra. Addig kezdjétek el, légy szíves, én kimegyek az udvarra, hát ott jobb a térerő. Veszek egy kabátot, és kimegyek. Nyugodtan. Nyugodtan vegyél, tehát mert kimegyek az udvarra, addig... Tehát a lényeg az... Nem hallom, hogy mit mondasz. Na, lényeg az mindegy, elkezdem. A lényeg az, hogy Hajnal Jani most ugye egy több mint másfél órás videóbejelentkezéssel ugye elmondta, amit el kell ezek előtt, a dolgok előtt mondani, hogy mi is a közjogi tájékoztatást adott, úgymond. Igen, elég nagy a baj. A másik az, hogy Janinak volt egy olyan mondata, és ezt tényleg alátámasztom, hogy ez nem rajtunk múlik, hogy most lesz a rendszerváltás, nem rajtatok. Tehát itt nagyon fontolóra kell lenni az embernek azt, hogy akarja ezt az életet tovább folytatni, vagy változást akar. Ha változást akar, akkor természetesen minden fel kell venni a kis kabátkáját, cipőcskét, és ki kell jönni a március 15-én az egyházhoz, és is ott kell, hogy legyünk nagyon-nagyon sokan, tudjuk valamit tenni. De így, ahogy mondta János, hogy ha 300, 500 vagy 1000 ember összejön, már el lehet kezdeni a rendszerváltást. Tehát ezt tudnotok kell, hogy már ott meg lehet, el lehet kezdeni az alapokat, és utána majd természetesen folytatódik, és el lehet indítani. De nem bánnánk, hogyha tényleg összejönne ez a hatalmas tömeg, két okból is. Egy az, hogy mert ünnepelünk, tehát egy nemzeti ünnepet tartunk, ez az egyik. Tehát illő, hogy mindenki odajön is megemlékezzünk. A másik pedig az, hogy van mit tennünk. Tehát lesz célunk, ami elég nemes cél, mert a hazának a sorsáról döntenénk feladat, hogy minden embert érint, aki ebbe a hazába él és lakik. Tehát én azt mondom, hogy nagyon szépen megkérünk, úgy érzi, hogy szeretné jobbra fordítani a sorsát, az mind jöjjön el, legyen ott velünk. Egy szuper csapat, mert én ismerek nagyon sok embert, tehát találkozhatok olyan emberekkel, akik tényleg nagyon-nagyon szuperek, és nagyon-nagyon klasszak. Marcsics ott lesz, így van, mondja, hogy vele is, így van, mindenki ott lesz, tehát én is ott leszek, a Marcsics ott lesz, a kisfiam is ott lesz, a lányom is ott lesz, nevelt lányom, bocsánat, azostól felmegyek. Tehát mi úgy fogjuk föl, hogy ez egy olyan program, amely mind egy megemlékezés, illetve a tettek utána. Tehát utána ráléphetünk a tettek mezőjére, és meg tudjuk csinálni. Tehát érdemes. A másik az, hogy én igenis, ahogy a Zoli elmondta, én viszem a kis batyumat, visszük a kis táskánkat, és úgy készülünk, hogy innen nem jövünk el. Tehát akkor jövünk el, ha elértük a célt.
ha már, akkor már utána egy másik alkalommal befejezzük. De mindenképpen várunk embereket, és azokat az embereket, akik tenni akarnak. Így van, Zoli? Tehát én például családostól fel fogok menni. Biztos, hogy fel fogok menni, és szerintem nagyon sokan lesznek, akik családostól jönnek, és ott már ugye fokozódik a létszám, tehát ott több, egyből többlet létszám keletkezik, tehát szerintem nagyon sok ember lesz. Én úgy láttam, nekem írtak vissza, voltak visszajelzések, hogy igencsak leszünk, én úgy gondolom. Legyünk optimisták, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember lesz, de mondom, én úgy gondolom, hogy... Ez egy közös cél, tehát a közös cél pedig azt, a közös cél érdek az, hogy tényleg csináljunk most már valamit, mert eddig mondjuk ki egy év eltelt, és nem sok minden történt pozitív értelemben, tehát jó, de most már tényleg a magyaroknak tettek mezeire lépni és tenni valamit. Zoli, mondjál valamit te is. Igen, szép estét mindenkinek, aki most kapcsolódik be, és ugye itt messzi távolban is néznek minket, Dana, Elena, Dalila, Bonessere. És igen, nem tudom, lehet most hallani Tamás? Engem? Már most igen, néha nagyon picit úgy be ne, tessék? Igen, azt mondja Marcsa, egy picit ugye a hangod néha betorzul, de lehet hallani. Úgy látom, hogy kimenti az udvarra, tehát most már jó helyen vagy. Nem, már visszajöttem. Nem volt jó, hideg volt, vagy mi? Nem. Tehát akkor most hallani, tehát... Jó, köszönöm, akkor most ezeket az információkat... Wi-Fi-n legyél, Wi-Fi-n. Azon vagyok, rajta vagyok. Jó, rendben. Tehát ezeket az információkat akkor gyorsan elolvasnám. Tehát először is szeretnénk így nyilvánosan elnézést kérni, ugye a cigányság... Mondom, hogy miért. Ugye a legutolsó Lakatos Gusztival, ahogy beszéltünk, bejött a lába és megtisztelt, és elmondta a véleményét, miközben ugye ez megtörtént, addig ugye nem tudom a hölgynek a vezeték nevét, de nem is ez a lényeg, tehát egy Brigitta keresztnevű hölgy egy olyan sértő kijelentést tett, ugye, a cigányságra, ami ugye nem tűr nyomdafestéket, úgymond, tehát se egy élő lájba, se egyáltalán az egész hazába, tehát nem kívánunk ezekkel az emberekkel itt a live-ba foglalkozni, és megkérjük ezeket az embereket, hogy ez a live nem azért készül, ezek az élő adások, hogy sértegessünk bárkit. Tehát ugye a Guszti az ugye lereagálta a dolgot, és elnézést, hogy én figyelmetlen, nem tiszteletlen akartam lenni a cigánsággal, hanem csak egyszerűen figyelmetlen voltam, és megígérem, hogy jobban oda fogok ezekre a dolgokra figyelni, és nem fogjuk engedni azokat az ilyen hozzászólásokat, az ilyen sértő hozzászólásokat ugye ebbe az élő adásba. Az összeérzettség, ugye elmondottak miatt, több adásban ugye elmondtuk, és mi ezen dolgozunk, és még sokan mások ezen dolgoznak. Tehát nem kívánunk ezekkel foglalkozni, és nem engedjük meg az élő adásba, hogy bárkit is megsértsenek. Tehát ezeket a hozzászólásokat tiltani fogjuk, nem fogjuk engedni, mert ez nem helyén való. Se a cigánsággal szembe, se egyáltalán itt magyar állampolgárokat próbáljuk a hazát összehozni, egyesíteni, és ugye nem engedjük meg, hogy ilyen sértő kijelentéseket tegyenek ide. Tehát nem tudtam akkor reagálni, és mondom, ez nem tiszteletlenség, csak figyelmetlen voltam. Ez az egyik, elnézést kérek. Így van. Guszti reagálta, tehát válaszolt, jogosan fel volt háborodva, és mi is ugyanúgy, tehát jobban oda fogunk erre figyelni, hogy ezek a kommenteket egyrészt töröljük, meg megkérjük azokat, akik ilyeneket írnak, vagy próbálnának ilyet írni, hogy ide ne tegyék, mert ez nem az a műsor. Igen, Tamás, igen. Parancsolj. Igen. Azt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, hogy ide ne tegyék, hogyha valami, akár velük,
vagy nem ért egyet a témával, akkor nagyon szépen ráklikkel, vagy rákeres a messengerünkre, és ott privát beelmondhatja, és ígérjük, hogy válaszolni fogunk neki, de tényleg a baromságokat, meg a rasszista szövegeket, meg ilyen nem ide való dolgokat, azt ide ne a live-ba, jó? Tehát vállaljuk azt, a Zoli és én is, hogyha valami probléma van, írjatok ránk privátba, és meg fogjuk beszélni a dolgot. Ígérjük, hogy meg fogjuk beszélni. Akár lehet bármilyen, fideszes bármilyen, meg fogjuk beszélni. Mindig is fogunk válaszolni, illetve írni. Tehát mi nem csak ennek, meg csak annak, bárkinek válaszolunk. Ne ide a live-ba tegyétek, hogyha valami gondotok van, ezt kérjük így, ahogy a Zoli mondta, jó? Köszönjük. Így eszembe jutott, hogy ami nagyon lényeges, tehát az gusztustalan dolog. Tehát nem a tevékenységében úgy mondva, hanem igenis lehetőséget, ha neki nem tett, és vagy akár támadja meg, akkor próbálja alátámasztani az érveit, de ne lerondítok másnak a live-jába. Köszönjük szépen, mondjad Zoli. Igen, és tiszteltem, megköszönjük mindenkinek, hogy itt vagytok és nézitek, és legyetek szívesek osztani. Tehát ez volt az első dolog, amit igenis ki kell jelenteni, és erre nekünk is jobban oda kell figyelni, hiszen azért küzdünk mindannyian, hogy egy egységet összehozzuk, és ugye az emberség, a tisztelet mindenféleképpen, és embertársainkra odafigyelés megköveteli azt, hogy igenis az ilyen sértő kijelentésekre oda kell figyelni, de mindenkivel szembe, tehát mindenkivel szembe oda kell figyelni. A másik, hogy ugye kérlek titeket, aki tud ebbe segíteni, ugye Mária Godányné Veres, kb. Másfél hónapja eltűnt, a Facebookon fönt van a fényképről, illetve az adatai, aki tud ebbe legyen szíves segíteni. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy legyetek szívesek, ugye ki is írtam a Facebookre, legyetek szívesek segíteni, aki tud. Tehát elsősorban ugye Balatonlele környékén keresünk, Zombori Gábor barátunk, testvérünk elhúny, és a felesége és két kisgyerek ugye árván maradt, és az lenne a kérésünk, hogy SOS-be legyetek kedvesek, ha szabad így fogalmaznom, segíteni munkalehetőséget keríteni neki. Megmondom miért. Azért, mert holnapi nap folyamán viszik el az egyik gyereket a gyámügy. Tehát nagyon komoly a probléma, ugye, és azért, mert ugye édesanyjának ugye nem elég, hogy bocsánat van most neki, ugye halál, és ugye még ráadásul még keresztbe tesznek neki, úgymond, tehát még egyet csavarnak ugye a szívén, a lelkén, hogy még a gyerekeit is elszakítják. Tehát ezért is kell mindannyiunknak. Zoli, bocsáss meg! Varóla. Van róla érvényes bírósági végzés, arról ugye. Van arról érvényes bírósági végzés, hogy kiemeljéket a családból? Arról tudok, hogy ennek van határozat. Tehát nem kérdeztem meg. Nem határozat. Bírósági végzés van róla? Tehát bírósági? Azt nem kérdeztem, de meg fogom kérdezni. De akkor nem emelhetnék ki, ennyi. Azért kérdezem, igen, akkor nem emelhetnék ki. Tehát jogerős végzés nélkül nem emelhetik ki a gyereket a családból. Tehát jogerős végzés az megvan, csak ugye úgy tudom, hogy a gyámügy részéről, de azt nem kérdeztem meg, de meg fogom kérdezni mai nap folyamán, és azt az információt közölni fogom. Tehát ennyire komoly a helyzet, tehát lehetek szükség segíteni. Akkor még egy dolog, amit így elmondanék, hogy például mai nap, ugye nem volt sok időm, mert mondom, besűrűsödött a mai napom, de például láttam egy olyan videót, és meg is osztottam, ahol a mai nap ahol kiraktak az albéletből egy kis csecsemővel, egy fiatal pár. Tehát Budapesten keresnek albéletet, a kerületet még nem pontosítottam, majd utána fogok, fönt van a netten,
tehát van telefonszám is, hogy milyen kerületben, de úgy gondolom, ha már Budapesten tudnánk keríteni, az tökéletesen jó lenne. Tehát ilyen dolgok történnek. Ennyit így előjárt. Fáradt vagyok én is. A mai live nem lesz hosszú. Tamás? Köszönöm mindenkinek, hogy visszajelezte. Tamás? Lehet hallani, amit... Na, tehát ezeket így elmondtuk. Lehet. Néha olyan vagy, hogy megállsz, de csak egy pillanatra, tehát most egy kicsit tűrhető. Tehát hallani is, meg minden nagyon picit, ilyen másodpercekre kihagysz néha. Annyi van, de egyébként most hallani. Ha ilyen marad, akkor még egész jó lesz. Értem. Bízunk benne. Megígérjük, hogy nem mondunk csúnyákat, nem mondunk olyanokat, tehát nem kell blokkolni, tehát mi szépen elmondjuk az igazságot, aztán ennyi volt. Na, mit akarok mondani? A másik. Hát megint akadozik, mert ugye írják, hogy akadozik, tehát a kicsit megint helyet vált. Nagyon akad neki. Most lehet hallani? Most igen. Jó. Amíg mentél, addig végig megállt, tehát most lehet. Na érdekes, ez azt akarom mondani, hogy mondtad a Hajnal Janinak a videóját, hogy nálad megállt 6-szor vagy 5-szor, teljesen lényegtelen mennyiszer, nálam végig egyfolytában gyönyörűen ment. De sokan írták, néztem a live-ba is, a live alatt, hogy ez élő alatt, bocsánat, mert ugye írták, hogy mondja majd, hogy magyar vagyok, hogy élő alatt, az élőadás alatt, írták sokan, hogy megállt nekik a kép és hang, nálam csodálatosan ment végig. Tehát egyszer nem állt meg, egyszer nem blokkolt, egyszer nem fagyott le. Tehát érdekes, szerintem ez régiónként különböző, tehát más az adó, más a lefedettség, stb. Stb. Tehát az is lehet itt térerő probléma, és nálad szerintem térerő probléma lépett föl, vagy nem tudom. De nagyon vagy lehet, hogy vastagok a falak, vagy passzolom, de én úgy látom, hogy itt a kis kocka, amit én látok magam, hogy ez folyamatosan megy, de szóljatok, hogyha nem így van, nálad sokat megáll. Tehát valami más az adó, vagy más a rendszer, nem tudom. Mondjuk nekem sajnos ez a szuper 5G megy már, tehát már ilyen tesztadásba beadták már legeslegelején, tehát azt hagyd, nem mondjam, hogy 5G-n vagyok. De azonban... Ja nem, én vagy, ja tényleg, ez nem az, ez a Marcsi, de az enyémben 5G-n. Na mindegy. Na most jó vagy, mondhatod, Zoli, most jó vagy. Igen, és még egy információt, tehát egy testvérünknek, amit említett ez a levegő, tudod, amit tegnap mondtál, ez a lélegeztető, amit említett ez a levegő. Igen, szívő. A levegő tisztítót szeretnénk, igen, még egyszer tényleg egy kérés, hogy akinek van, vagy esetleg jobb módú, és úgy gondolja, hogy segítene egy embertársán, vagy akár összedobnánk neki, tehát még arról is lehet szó, meg lehet beszélni, megbeszéljük, fogunk találkozni hamarosan, akkor nagyon szépen kérlek benneteket, hogy segítsünk rajta, mert neki nagyon nagy szüksége van rá. Ugyanis már elmondtam, de még egyszer elmondom, ő szívátültetésen esett át, és ilyenkor a transzplantáció miatt bármikor kidobhatja a szervezet, ha bekerül egy szennyezés, vagy egy baktérium, vagy bármi a szervezetbe, és neki légtisztítóra lenne szüksége. Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, segítsünk, ha más nem, dobjuk össze neki, megadjuk majd, ha megbeszéljük vele, megadja a számlaszámát, akkor arra a számlaszámra bárki, ha csak 2-3 ezer forintot rátesz. Szerintem pillanatok alatt összehozzuk neki. A másik, hogy van a pillanatot, egy pillanat, menj már föl, légy szíves, ott van a messengerembe a Milyen János. Az úriembert a Tesco-nál elütötték motorkerékpárral, és végig húzták a placon, nem vette észre az úriember, és a hatalmas nagy műtéten esett, tehát a lába, tehát nem tud járni, stb. A felesége nagyon cukros, tehát ő nekik pedig mind pénzbeni, mind bármilyen segítséget elfogad. Milyen?
Varga Jánosnak hívják az urat, nagyon-nagyon minimum alatt. Annyi pénzük maradt, hogy még ennivalót is alig bírnak venni, tehát nekik is fel fogom tenni majd a élő után a mindenholva felosztom a linket, és segítsünk rajta, mert ők is a sok rászorulók közül segítségre szorulnak. Tehát nálam ennyi lenne most egyelőre a segítségkérés. Igen. Profilját majd feltettem, igen. Feldobta már az enyémről a Marcsi, most azt üzeni live-ba, tehát feltette mindenkinek, tehát mindenki látja a profilt. Igen. Segítsünk, mert egymásra vagyunk. Most is akadozik. Igen. Tehát igen, igyekszünk ezt a nézettséget úgymond kihasználni. Tehát szép estét mindenkinek köszönjük, aki most kapcsolódik be. A visszajelzéseket is köszönjük. Megtisztelő, hogy ennyien nézitek, és nem tudok mindenkit felsorolni, csak ugye nagyon szépen köszönjük, hogy nézitek, mindenkit üdvözlünk. Igazából most igazából nagyon itt témával nem készültünk föl, mert most nekünk is sűrű volt a mai nap, de most igazából megpróbálunk tehát kommenteket felolvasni, és mindenféleképpen kérünk mindenkit, hogy március 15-én ugye a Kampónához gyertek, legyetek szívesek. És még vannak olyan dolgok, amiket még át kell beszélnünk, ugye például gondolok arra, hogy ilyen utazással kapcsolatban, mivel említették ugye az ünnep miatt, hogy a közlekedés nem biztos, hogy olyan lesz, amire nem biztos olajozott. Nem értem. De erre is van megoldás, hogy lehet összehangolni. Hát mindenkit kérünk, illetve várunk szeretettel március 15-én Kampón a 22. kerület RTL székház. És nyugodtan írjatok kommenteket, vagy bárkinek valamilyen véleménye van, észrevétele, akkor azokat felolvassuk. Kíváncsiak, hogy mindenkinek a véleménye, most nem csak ugye a politika, hanem bármilyen szempontból, vagy tanácsát elfogadjuk. Közben itt nézem. Úgyhogy elnézést, hogy ilyen későn kezdtünk, de nem olvas, is... Olvasd már, Zoli! Szíves Németh Józsefnek a kommentjét, jó, arra kérlek. Pillanat. Keresem. Pillanat. Igen, keresem. Kedves testvéri. Enyém fölött van. Hát, megtalálom. Nem találom most keresgélem. Olvassátok bele, légy szíves, most én nem találom egyszerűen. Kedves testvéreim, Zoli és Tamás, nektek kellene foglalkoznatok a cigány testvérekkel. Külön fogalmazzunk úgy, hogy magyarok, magyar állampolgárok. Így van. Tehát foglalkozunk mi mindenkivel, tehát nekünk egy és ugyanaz, mind a cigány, mind a magyar, az magyar. A cigány magyar, majdnem azt mondom, a magyar cigány. Tehát itt ugyanúgy magyarok vagytok ti is, így van, tehát milyen foglalkoznánk. Én most legutóbb lent voltam Jászapátin, és egy családnak, ezt elmeséltem már, egy gyönyörű szép adományt levittünk. Elmondom egyébként, izót kaptak. Egy kacsát, bevásároltunk nekik, meg még pénzt is adtam, és tüzelőt is vittünk le. Tehát én ugyanúgy segítek a magyarnak, ugyanúgy segítek a cigánynak. Tehát nálam nincs olyan, hogy ez most cigány, ez majd mindenki, aki itt él Magyarországon, állampolgár. Tehát nálam nincsen különbség, magyar és cigány volt. Én nem vagyok azt is soha, csődjük a fajt gyűlöli, tehát az a fajta rasszista. Én azt mondom, hogy minden ember egyenlő. Tehát én nem tettem soha különbség európai se a fehér között, tehát nekem minden ember egyenlő. Mindenkivel foglalkozik, és fogunk is foglalkozni. Ugyanúgy a Zoli is foglalkozik minden emberrel. Marcsi akar valamit mondani, Zoli, pillanat adom. Igen. Olvastam két kommentet, az egyik az, hogy a helyszín miért pont oda, és még egyszer megkérdezték, hogy miért az RTL.
Hát, ha én jól tudom, és erősíts meg benne, Zoli, az RTL Klub azért, mert az az egyetlen olyan csatorna még egyelőre, amelyet az úgynevezett kormány nem tud manipulálni. Német tulajdonú. Mert nem az ő, tehát nincs hatáskörük őket még manipulálni olyan mély bele. Szinten, amilyen szinten már bele az összes csatornába. Még az ATV-sú. Jól mondom? És egyébként az élő adásokban azért el szoktuk mondani, hogy szerintem mindig úgy beszélünk, hogy akad az egységes nemzetről, nem állampolgárról beszélünk. Tehát így beszélünk, tehát így egységes a nemzet. Tehát minden live-ba így mondjuk el, hogy minden magyar állampolgárt kérünk. Tehát egy egységes nemzethez beszélünk, nem válasszuk ketté, és tehát mindig így mondjuk el. Ne légy nevetség. Nevetség alá a helyzet. Na. Közben átnézegettem, most nem látok kommentet. Úgy hosszas a kommentet. Azt kérdezik, hogy miért az RTL? Hát nem. Sziasztok, magyar. Nagyon szívesen. Kicsit megfordultunk már, mert én is az én nevem. Miért az RTL? Nagyon sokan kérdezik. Hát azért, mert odaadták meg Hajnaljanék, én úgy tudom. Tehát semmilyen különösebb jelentőség. A másik az, hogy az tényleg egy független csatorna még. Tehát itt német. Én így gondolom, hogy igen. Ha nem, akkor majd Jani elmondja a következő live-jában, ha nem jól mondom, de szerintem ezért. Voltunk már ott egyébként, igen. És nem volt olyan rossz a létszám, csak nem olvasták be ugye amit szerettünk volna, de hát majd most másképp lesz. Igen, és nyugodtan kérdezzetek esetleg valamilyen, akár információm, bármilyen dolog, amire tudunk válaszolni, de már mondom, holnap, majd péntek gondolom este felé Hajnal János, majd megint kérdéteket tisztelt, hogy nézzétek és hallgassátok. Már végig nem is tudtam nézni. Tehát pénteki nap, akkor kövessük nyomon Hajnal Jánost. És akkor holnap este, akkor csinálunk megint, Tamás, nem? Még egyszer. Tehát az, hogy Jánost egyszer, és a másik pedig, hogy holnap este mi csinálunk, és akkor fogunk készülni témával. Tehát mondom, a mai nap az de sajnos nem úgy alakult, mert hát mi is emberek vagyunk, és nekünk készülni. De mindenkinek a véleményét egyébként, még ezt el szerettem volna mondani, hogy mindenkinek a véleményét hozzá. Hoztam neked valamit. Hoztam neked valamit. Hoztam neked valamit. A véleményét meghallgatjuk. Tiszteltel fogadjuk. Tehát fontos nekünk a
Hát most kérlek, tettek visszaléltek szület, hogy... Igen, legyetek szívesek visszajelzni, lehet-e hallani. Most a másikat újra meg kell hívnom, mert eltűntek. Legalább engem lehet-e hallani. Hát nincsenek. Nagyon akadozik. Nem, egyszerűen nem tudjuk ezt a live-ot. Egyszerűen nem tudjuk. Hát most megpróbálom még egyszer, de szétkapcsol folyamatosan, vagy akadozik pontosabban. Igen, nagyon akadozik. Köszönjük, Julika! Hát ez nem igazán jön össze. Igen, tudom, lehet engem hallani. Tamás, én hívlak titeket, de nem ír ki semmit. Tehát ajánlottam nektek. Egyszerűen... Igen. Most hozzáadás folyamatban. De nálad van csak. Kelvin családot megkívották. Nálam. Hát akkor, na most. Most kimegyek a lakásból. Nem tudom, veszek egy kabátot, aztán kimegyek a lakásból. Maximum annyit tudok csinálni. Én benne vagyok. Még nem látlak. Vagy, hogy nem láttatok vagyok. Veszem meg, veszem. Itt van, hogy Mária vendégként csatlakozott, de nincs fönt. Frissítsél. Hangodat hallottam, képedet nem látom. Akkor egyáltalán, nekem ott van. Hát ki megy. Képet látsz, látod a képem, Zoli? Hát téged látlak. Nem, igen. Azt mondom, engem látsz most? Mert... Na, igen, mert igen, a igen. Marcsi nem lát az én telefonomat. Jelezzetek majd, hogy kép van, mert hangot azt mondja, hogy de nem lát, nincs kép. Hát ez érdekes, tehát nem tudom, miért kell ennyire szórakozni, de mindegy. Na most már kim vagyok a lakásból. Hangot hallod? Mindent hallok. De nincs kép. Hallod, nincs kép az én telefonomon, nincs kép, de a hangom hallja. Most jó lett egyébként a adás, a tiéd. És képzeld el, hogy hallja a hangom, de nincsen kép. Tehát nagyon érdekesen megcsinálják a emberkék, akik ugye ezzel vannak megbízva, nagyon klasszul végzik a munkát, mert most hang van, kép nincs, nem baj, de enyémen van, ezen van, nálad van, azt mondod, jelezzetek majd, kép van-e? Nem baj, Tene Imrének igen? Tetszik a felszólalása. Fideszesek, nem kéne blokkolni az adást, fájjon nektek az igazság. Tene Imre írja, hogy a fideszeseknek nem kéne blokkolni az adást, fáj az igazság nagyon, ugye? Hát igen. Jó idő van kint, Zoli? Relatív. Tehát holnap este... Kimenjek én is szolidaritásból? Nem. Tehát holnap este akkor csináljuk megint. Nem kell. De hát figyelj, tudod, egy mindenkiért, mindenki egyet. Én is kimegyek. Lássátok, hogy az összetartás az megvan. Szóval, hol vagy? Én nem gyújtok rá, mert én nem cigarettázok, de én is kijövök, figyelj. Én is kijövök. Hogy legyen. Így, tessék, én vagyok. Jöttem, Zoli, jó, én is, hát hogy... Most...
most már valamennyire nem tudom jobb, de holnap este, Tamás, akkor csináljuk megint tovább, ugye? Megy az élő. Igen. Tehát holnap este simán. Megy az élő. Simán, csak a, nem tudom, igen, megy az élő holnap este is, csak nem tudom, Jani akar valamit, holnap csütörtök, péntekre mondta ő, hogy lesz neki live-ja. Tehát holnap péntek, este, na, de holnap csütörtök van. Holnap szerintem és elkezdhetjük. Hogy hamarabb legyen, hogy mindenki itt legyen, hogy ne legyen késő. Egy urván egy jó órát, hát nyomunk másfél órát, hogy ne legyen hosszú, és akkor abba kérdezzetek, tegyétek föl, hogy mik a véleményre a rendszerről, hogyan látjátok a megoldást, tehát minden olyan témát, mi az, amit nagyon rossznak találtok, mi az, amit talán jónak találtok, bár olyat nem hiszem, hogy van, de bármit, ami van, tehát akár a mindennapi életről, a munkahelyeteken, hogy mit tapasztaltok, ezek munkázni. És akkor nagyon akadozik, pedig aztán most tényleg kint vagyok. Engem lehet hallani esetleg? Igen, mert most a mai nap, nem tudom, lehet-e engem hallani. Folyik a lakásból, tehát most már az sincs, hogy leárnyékolja. Igazából elég késő tudtuk ezt kezdeni mai nap, de holnap korábban kezdjük. Ugye úgy akartuk ezt, nem tudom, lehet-e hallani. Legyetek szívesek jelezni vissza, hogy lehet-e hallani. Tamás, te megálltál teljesen. Nem tudom, én azért beszélek, mert lehet, hogy... Legyetek szívesek visszajelzni, hogy nem lehet hallani. Tehát Ugdai Zsuzsa írja, hogy Tamás hangod, megvan kép, nincs, Zoli, nincs hang. De most tényleg kim vagyok a lakásból, tehát az sincs, hogy leárnyékolja. Tehát igazából most ez holnapi nap, addigra föl fogunk készülni témákból. Mindenféle lehetőség szerint mindenféle minél több témából. És 19 óra, oké. Most Tamásék megint eltűntek, de most már tényleg, már, hát ez nem igazán akar összejönni. Nem tudom, engem lehet hallani? Esetleg? Most nem tudom, hogy most csak láttok, vagy hallottok. Nagyon nem jön össze ez. Igen. Tamás, igen, mindent hallani. Tehát megpróbálok titeket visszahívni, mert ez így, hogy behívni, mert ez így nagyon, ez nem igazán olyan élő, amit elterveztünk. De vajon miért? Köszönöm, Julika, visszajelzést. Tehát akkor holnap este olyan 7 óra körül elkezdjük az élőt, és összeszedünk néhány témát. Hát igen, most Tamásékat nem tudom, tehát náluk is előfordult, hogy illetve megpróbáltuk azt, hogy igen, köszönöm Imre, hogy visszajelzze. Tehát megpróbáltuk azt is, tehát megpróbálom most is Tamás meghívni, de egyszerűen nem lehet. Egyszerűen nem mehet. Úgyhogy nem is terveztük a hosszúra, mert ugye a mai élőt, de holnap este fogjuk csinálni. Addigra kérünk már titeket is, hogy legyetek szívesek kérdéseket föltenni, és amit kérünk megint csak, hiszen így nem tudunk így úgymond rendes live-ot csinálni,
hogy március 15-én az RTL székházhoz, a Kamponához, a 22. kerületbe lehetek szívesek eljönni. Mindenkit nagyon szépen kérünk, hogy fogjunk össze, és legyen meg az egység, és tegyük meg, amit lehet. A hazáért, a nemzetért, a családjainkért megállt. Írta, hogy hozzáadás folyamatban talán sikerül Máriákat visszahívni. Jó estét kívánok, szia Zoli, vagyunk, megérkeztünk, visszatértünk. Na. De igazából annyit említettem. Na. Annyit Tamás? Említettem, hogy a... Végig hallgattam, tehát hallani lehetett végig, csak ugye akadozik, mint általában mindig, ha valamit nem szeretnének, hagy urak. Na, odaadom Tamás! Ez a hülye gyerekek játék egyébként. Na, itt vagyok, sziasztok! Tehát gyerekkoromban én is élveztem, amikor itt szórakozhattam a másikkal, de hát meg... Na, itt vagyunk, hát most egész jól látom, hogy szemedbe süt a hold. Még mindig kint vagy. Na, figyelj csak, holnap hallottam, amennyire hallottam, hogy ez a 7 óra, így van. Szerintem a Jani nem fog most live-ozni, mert ő azt, ha jól tudom, akkor péntekre írta, vagy illetve mondta. Igen. És akkor 7 órakor találkozunk, írjatok be minél több kommentet, hogy mik azok a problémák, amiket ti a saját bőrötökön tapasztaltok, és ezeket ki fogjuk vesézni, ki fogjuk tárgyalni. Ha tudtok olyanról, akik a közeletekben ilyen kéréseket szét, vagy annak a ismerőse, hogy bajban van, akkor ezeket mind ide nyugodtan felírhatjátok, és mi ezt fel fogjuk osztani, mind a csoportomban, mind pedig így külön a élőben magyarul mondom. Csoportunkban, bocsáss meg. Igen, igazán csoportomban, most igen, a csoport tungban, bocsi. Tehát mindenféle kérés, észrevétel, ha van a közeletekből olyan, aki tényleg rászorult, akkor azt írjátok fel, és mi azt továbbítjuk az emberek felé, és tényleg segítsünk egymáson, mert az a lényeg, mert nagyon-nagyon magukra vannak hagyva ebbe a nagy Magyarország nevű valamibe az emberek. Tehát úgy vettük észre, hogy egyre jobban kicsúszik az emberek lábalól a talaj, és magyarra, így van. Van, így, és olyan nagy baj van ebben az országban, ebben a hazában, föl kéne már ébredni, hogy itt most tényleg csak egymásra vagyunk utalva, tehát más nem fog segíteni. Tehát itt felejtsük el azt majd. Ja, még egy dolog a segítségre jutott eszembe, hogy ugye szakszervezetek, mindenki azt mondja, most olvastam tegnap, írták nekem, hogy miért nem támasz gyerekek azért, mert minden szakszervezet odahúz, ahonnan kap. Tehát ezek a szakszervezetek, tehát független szakszervezeteket kell, munkás szakszervezeteket kell újra megalakítani, és azokban majd lehet majd bízni. De azokban, akik most vannak, azok odahúznak, ahonnan kapnak. Tehát ennyit erről. De még egyszer, nagyon sok kérés van, nagyon sok rászoruló, segítsünk, és figyelmesek legyünk, és osszuk be ide akár az élőbe, akár nekünk is elküldhetitek személyesen, és ígérjük, hogy fogunk foglalkozni az ügyel, hogy eddig is tettük. Így van, Zoli? Igen. Igen, és ezúton is kérjük az embereket, ugye, hogyha ugye nemzeti ünnep, illetve és kérjük mindenkit,
szervezzük össze, ugye 13 órára az RTL székházhoz, tehát délelőtt is lesznek programok, és mindenkit kérünk, hogy legyetek szükség oda átjönni, tehát hogy egységbe legyünk. Tehát 13 órára, tehát ne legyen az, hogy tudjuk jól, hogy miért vannak külön szervezve ezek a rendezvények, tudjuk az okát, de mi próbáljuk ezt egységbe hozni, és egy helyen lenni egy időben. És elnézést, hogy ez a mai élő, ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, igazán nem rajtunk múlott, de most a mai nap ez így sajnos nem úgy alakult. Holnap este mindenféleképpen összeszedjük a témákat, és úgy, ahogy megszokott tempóba igyekszünk mindenkinek elmondani az információkat, és egy rendesen felépített élőt szeretnénk adni, de mai nap ez tényleg úgy alakult meg, hát ugye most a technika ördöge is ugye játszik velünk. Úgyhogy ez most tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok és megtiszteltetek, és tényleg nagyon sajnáljuk, hogy most megint akadozó folyamatos. Lehet hallani, Tamás? Megállt folyamatosan. Szerintem akkor, hogyha szabad javasolnom, előtt csinálni. És tényleg megpróbáljuk valahogy ezt kiküszöbölni már valami szűrővel, vagy egy másik. Nem, igen. Mondom én, Zoli, tehát egy másik csatornáról, amit majd megadtunk, úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, áldott esti, még vissza tud annyira jönni, akkor mondanám. Nem tudom, hogy engem lehet-e hallani, most a másik megint eltűntek. De minden esetre nagyon szépen megköszönjük, hogy itt voltatok. És vagy hallottatok, vagy néztetek. Valamelyik csak sikerült. És mondom, holnap este 7 órakor kezdjük, és akkor felkészülten fogjuk ezt továbbra is folytatni, ezt az élőt. És mindenkinek köszönjük, hogyha nézitek és hozzátok. És ezeket az információkat, amiket majd el fogunk mondani. Úgyhogy tényleg elnézést kérünk, az a mai nap ez nem így alakult. Úgyhogy jó éjszakát kívánunk, akkor ezt inkább, mert folyamatosan akadozik, tehát így nem is tudunk beszélni. Tehát...